Ez a 45 négyzetméteres, kétszintes, eladó nyaraló az ősi tiszalöki üdülő övezetben található. 8 millió forintba kerül és erőteljesen felújításra szorul. Alig lehet ezen a területen eladó házat találni, ami van, azt is aranyárban kínálják. A régi és az új üdülőben, ahogy itt mi nevezzük, több mint 900 üdülőegység található. Ez azt jelenti, hogy a nyári szezonban gyakorlatilag a tiszalök lakossága, ha lehet mondani, megduplázódik. Tehát egy ilyen 4-5 ezer ember megjelenik a területen, és az elmúlt évek sok változást hoztak. Ugyanis a 2008 után eltelt időszak, amikor a gazdasági válság ránk szakadt, akkor itt olyan dolgot érzékeltünk, hogy nagyon sokan szerették volna eladni a nyaralójukat, tehát érezhető volt ez a típusú visszaesés. Ez azonban megváltozott, a tulajdonosok nagy része nem tudta, később már nem is akarta eladni az ingatlanát. Van tulajdonos Budapestről, Győrből és Moson-Magyaróvárról is, akik egyre fiatalabbak, így folyamatosan modernizálódik a tiszalöki üdülőövezet. Hasonló a helyzet Rakamasz térségében, itt is csak elvétve lehet eladó ingatlant találni. Míg 3 évvel ezelőtt 2,5-3 millió forintért lehetett nyaralót venni, addig ezt a közepes állapotú házat 7 800 000 kínálják. Ezt az ingatlant pedig már közel 9 millió forintért lehet megvásárolni. Rakamazon a 70-es évektől létezik a csendes, mégis aktív pihenést nyújtó tiszaparti üdülőövezet. A túrázást, horgászatot és a vízi sportokat kedvelő turisták előszeretettel veszik igénybe itt a kiadóházakat. Mi most azt látjuk, hogy a 2000-es évek, ahogy volt a nagy árvíz, volt a gazdasági válság, az elmaradt rockfesztivál, az így hibernálta ezt a területet. Viszont mára újra megélénkült az érdeklődés az üdülők, az eladó ingatlanok iránt, és újabbnál újabb turisztikai beruházások épülnek ezen a környéken. Ez ad lehetőséget arra, hogy minél több turista jöjjön hozzánk. Fiatal, kerékpáros, idősebb, tehát a skála széles, és a bulizni vágyó fiatalok is megtalálják ezt a helyszínt. Tehát egyre népszerűbb, úgy gondolom. Hogy tovább növeljék a terület népszerűségét, a napokban befejeződhet egy közel 30 millió forintos strandfelújítás. Ha leveleken szeretnénk egy kiváló állapotú nyaralóházat vásárolni befektetési céllal, akkor is mélyen a zsebünkbe kell nyúlni. Ez például 35 millió forintba kerül, igaz, közvetlenül a tóparton található és 150 négyzetméteres. Ez a térség is népszerű az aktív kikapcsolódásra vágyók körében, sorra épülnek a nyaralók a még üres telkeken. Szerintem növekszik a népszerűsége, egyre többen vesznek telket, és vásárolnak úgymond régi házakat is, amit felújítanak saját pihenőjük, nyaralásuk, nyaralójuk céljából, illetve sokan ruháznak be, tehát szállás, vendéglátás területén szeretnék úgymond kiszolgálni az ilyen igényeket és a rendezvények megtartására szolgáló helyiségek kapcsán. Bár az áremelkedés térségünkben is folyamatosan megfigyelhető, a legmeredekebb görbét a Velencei tónál lehet tapasztalni. Egyes elemzések szerint pedig nincs vége az emelkedésnek. Az ingatlan közvetítők még legalább 10%-os áremelkedésre számítanak.